Önök a Kaposmenti magazint látják, köszöntöm nézőinket! Egy 15 állomásos roadshow keretében tájékoztatja a lakosságot a Falusi Csok és a Babaváró hitel részleteiről a Hungária Takarék. Az első helyszín Kapospula volt. Itt a pénzintézet képzett szakemberei tartottak előadásokat és válaszoltak a közönség kérdéseire. A szakemberek szerint érdemes tájékoztatást kérni a támogatások igénybevétele előtt, ugyanis csak hiánytalan dokumentációt fogadhatnak el a kedvezmények folyósításához. Kapospula művelődési házában tájékoztatták az érdeklődőket a Hungária Takarék szakemberei a családvédelmi akcióterv legújabb elemeiről. Hungária Takarék egy lakossági fórum keretében 15 állomás helyen egy roadshowban mutatja be a jelen pillanatban aktuális Falusi Csok és Babaváró program tudnivalóit. Ennek az első állomása a Kapospula. Itt fogjuk bemutatni ezeket a termékeket. Képzett kolléganőink fogják elmondani, hogy mit lehet ezekről a hitelekről, támogatásokról tudni, milyen módon lehet ezeket felvenni, hol tudnak érdeklődni. Július 1-én indult ez a program, nagyon sok érdeklődő van, többeknek már ki is lett folyósítva ilyen jellegű hitel, illetve támogatás. Folyamatosan jönnek az érdeklődők, napi szinten legalább 4-5 családházas pár jelenik meg a dombóvári fiókunkban, akit ez a termékkör érdekel. A kedvezményekről, hitelekről a pénzintézet képzett szakemberei tartanak előadást a roadshow minden állomásán. Ezeken a tájékoztatókon a Babaváró hitel és a Falusi Csok áll a középpontban. Elsősorban ugye a Babaváró hitel házaspárok szabad felhasználású hitelkonstrukciója a Babaváró hitel. Nagyon fontos azt tudni, hogy itt gyermeket vállalni nem kell, tehát előre szerződni nem kell, azonban 5 éven belül, hogy a kamattámogatás ne vesszen el, és kamatmentes legyen a teljes futamidőre, 5 éven belül az első gyermeknek meg kell születnie. Falusi Csok esetében ugye a 2486 preferált kistelepülésen lévő ingatlanok esetében lehet ezt a támogatási formát kérni. Abban különbözik a normál csokhoz képest, hogy a támogatási összegnek a felét vásárlásra, másik felét korszerűsítésre, bővítésre lehet felhasználni. A családvédelmi akcióterv egyébként 7 pontot foglal magába. Az elhangzott elemek mellett a jelzálog hitelekhez nyújtott támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye, a többgyermekes anyák SZIA mentessége, a bölcsődefejlesztési programok és a nagyszülői gyed is szerepel a kormányzati intézkedések között. De ebből ugye a Falusi Csok, illetve a Babaváró hitel, ami a takarékszövetkezetünknél kezdeményezhető. Harmadik elem a jelzálog hitel támogatás, ami ugye a második, illetve harmadik gyermek megszületését követően lehet igényelni, de itt mindenképpen az illetékes járási hivataloknál kell elindítani az igénylést, és a takarékszövetkezethez már úgymond a törlesztési része vonatkozik. Mindenképpen azt tudnám javasolni, hogy egy adásvételi szerződést megelőzően célszerű bemenni valamelyik takarékszövetkezetünkben. Hungária Takaréknál most jelen pillanatban ugye 37 kirendeltség bármelyikébe befáradhat a kedves ügyfelünk, és tájékozódni kell arról, hogy milyen szükséges nyomtatványok kellenek. Éppen azért, hogy hiánypótlás és egyéb ugye ne hosszabbítsa a futamidőt. Amit legfontosabb, amit el lehet ezzel kapcsolatban mondani, hogy teljes hiánytalan dokumentációt tudunk befogadni, és ez alapján tudjuk elindítani magát a hitelt, illetve a támogatási kérelem elbírálását. Babaváró hitel esetében törvényi előírás, hogy 10 napon belül meg kell születni a döntésnek, tehát ezt mindenképpen tartjuk magunkat ehhez. A Falusi Csok esetében azt tudom mondani, hogy standard bírálat esetében azért az is meg szokott lenni a 30 napon belül. Egyébként ott a 30 napot kell tartani. A lakossági fórum további állomásairól a Hungária Takarék honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők, ahol egy átfogó tájékoztatót is olvashatnak a családvédelmi akciótervről. A Magyar Falu Program forrásai nyújtottak segítséget a dalmandi önkormányzatnak ahhoz, hogy falunapot tartsanak. Dalmandon már évek óta hagyomány, hogy a település egyik legnagyobb rendezvényét a nyár vége felé közeledve rendezik meg. Ma
már kora délután is több társaság is kitelepült, hogy főzzenek vagy éppen közösen süssenek. Készültek egészen különleges bográcsos ételek is. Roganoff csíkok lesznek lábszárból, marhalábszárból és marhalapockából. Hozzá lesz egy kapros túros galuska. Készültünk egy kis tarjával, felét otthon pácoltuk, fele bolti, és akkor így székelünk egy picit. Hányan jöttetek, kik jöttetek, miért fontos nektek ez a mai nap? Hát körülbelül 20-an vagyunk, leszünk, annyi főre számolunk. Hát igazából a család és a kollégák azért, hogy kicsit összetartsunk, és süssünk, főzzünk, beszélgessünk egy jót. Néhány méterrel arrébb a gyerekeket ugráló vár, a felnőtteket pedig színpadi produkciók várnák a Dalmandi falunapon. Érkezik a búza, jön minden irányból, Kárpát-medencének távoli sarkából. Ott termette búza, hol magyarok élnek, búzavetés közben magyarul beszélnek. Boldogan adják ők tettük szív és lélek, azt is jelzik ezzel, hogy még vannak. Testület úgy döntött, hogy az idén legyen egy falunap, ahol nagyon-nagyon sok színes program lesz, sok fellépő sztárral, helyi iskolásoknak a műsorával. Együtt fogyasztunk el este egy közös vacsorát a falu lakosságával, és hát ez az a rendezvény, aminek nagyon fontos szerepe van egy kis közösség életében, úgy gondolom, hisz ez az a nap, amikor tulajdonképpen a falu apja nagyja összegyűl, együtt szórakozunk, együtt beszélgetünk, együtt töltjük ezt a mai napot tulajdonképpen, és ez nagyon-nagyon jó. Nagyon sok embert várunk a mai rendezvényre, bízom benne, hogy el fognak jönni, és együtt fogunk ünnepelni. Dalmandon évek óta hagyomány, hogy a nyár vége felé közeledve falunapot tartanak. Idén a programokra szükséges pénz egy részét a Magyar Falu programon nyerte el a település önkormányzata. A falunap megszervezése mellett a Magyar Falu program arra is lehetőséget adhat a Dalmandi önkormányzatnak, hogy a települést fejlesszék. Szeretnénk még óvoda udvarfejlesztést, szeretnénk temető felújítási projektbe, szeretnénk a belterületi utak javításába még pályázni. Hát ezeknek a beadási határideje most lesz augusztus, illetve szeptember hónapban, tehát bízom benne, hogy sikerül ezeken a pályázatokon is nyernünk. A Dalmandi falunapot este közös vacsora, majd pedig bál zárta. Kilencvenhat diák kezdte a 2019-2020-as tanévet Szakcson. Ide négy településről járnak gyerekek tanulni, Lápafőről, Várongról, Nakról és Szakcsról. Az igazgató azt mondja, így sem iratkozott be elegendő létszámú diák ahhoz, hogy önálló osztályok indulhassanak. Az első és második, illetve a harmadik és negyedik osztályokat összevonták. Kopogtatta vadkesztyűnye, vége van a nyárnak, anyu mondja, hogy ideje iskolába járjok. Kinőttem a zobit, nagy legényke lettem, csöngetyűs iskolába megyek szeptember. Első osztályosok szavalnak verset a Szakcsi iskola tanévnyitó ünnepségén. Egy tanévnyitó ünnepség sem egyforma, hiszen a gyerekek folyamatos változása teszi mindig mássá az iskola kezdést. Hangsúlyozta megnyitó beszédében az igazgató. Valóban a tanévítók körülbelül egyformák. Látszólag tehát ugyanolyanok, de ha jól belegondolunk, mindegyik más és más. De mi teszi őket különbözővé? Nos, többek között éppen ti, kedves gyerekek. Mert ti sem vagytok ugyanazok, mint voltatok. A tavalyi elsősök, most már másodikosok, a másodikosok harmadikosok, és így tovább. A tervek eléréséhez szükség van a tanulásra, fogalmazta meg üzenetként az iskolaigazgató, aki ezt illusztrálva több példát is felsorolt a jelenlévő ünneplő közönségnek. Hogyha egy picit is tanulnak, akkor már mások a tegnaphoz viszonyítva. Illetve a másik üzenet, hogy a két mappába
helyezzék el a dolgaikat. Az egyik a sikermappa volt, a másik a nem baj, majd legközelebb sikerül címmel. És azért mondtam nekik, hogy amíg a vastagabb a sikerek című mappa, akkor nyugodtan lehet mosolyogni. Szabó Lőrinc Ima a gyermekét című versének egy részletét tartalmazta az az emléklap, amelyet az első osztályt kezdő diákok kaptak. Ezzel is szimbolizálva, hivatalosan is az iskola diákjai lettek. A buszjárathoz igazították a tanévnyitó ünnepség időpontját Szakcson, mivel ide 4 településről járnak gyerekek tanulni, Lápafőről, Várongról, Nakról és Szaksról. De az igazgató azt mondja, így sem iratkozott be elegendő létszámú diák ahhoz, hogy önálló osztályok indulhassanak. Az első és második, illetve a harmadik és negyedik osztályokat összevonták. Az idei tanévet 96 tanulóval kezdjük meg. Ez azt jelenti, hogy az alsóbb évfolyamokon nem lett meg a minimális osztálylétszám, így az 1-től 4-ig, tehát az első, másodikat, illetve a harmadik, negyediket össze kellett vonnunk. Az 5-től 8-ig önálló osztályaink vannak. A hétfői menetrendszerű oktatáshoz az ünnepség után alapvető információkat közöltek a kisiskolásokkal és szüleikkel. Az évi munkát, az évelei munkát, a különböző adminisztrációs teendőket felmérjük, hogy hány gyerek lesz igényel napközit, hány gyerek igényel hittanoktatást, és hát ugye arról van szó, hogy körülbelül hány pedagógus kollégával fogunk együtt dolgozni, mert nem egyedül dolgozom így az osztályban, hanem hárman fogjuk tanítani ezt az összevont osztályt. Az első óra közepén már több kisiskolás is várta, hogy játszhasson. Tanítójuk idén a 22. első osztályát kezdte, ezért tudja, a járható út a játszva tanulás. Az iskola nem könnyű dolog, játszani fogunk sokat, megpróbálunk, ahogy kell, játszva tanulni, de ugyanakkor sokat kell dolgozni, tanulniuk, hogyha valamire tehát hogyha nem akarnak évet ismételni, és előbb mondtam, amíg nem tetszettek belenni, hogy adja a lényeg, hogy nem szabad elkeseredni, nem szabad föladni, hanem újra meg kell próbálni, addig, amíg meg nem tanulják azt, amit kell, mert valamikor mi is, meg a szüleik is ugyanígy kezdtük, ugyanígy csináltuk, tehát ha nem adjuk fel, akkor nem lesz semmi baj végére. Tehát szorgalmas tanulást kívántam nekik. A nap végén 13 tanszercsomagot osztottak ki egy uniós pályázat keretében a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek, benne a legalapvetőbb iskolai segédanyagokkal. Jubileumához érkezett egy a maga nemében megyei vonatkozásban is egyedi, sajátos hangulatú kistérségi öregfiúk labdarúgó találkozó. A Csíkóstöttős Kaposszegcső mérkőzés jóval többről szól, mint egy szimpla öregfiúk mérkőzésről két szomszédvári település között. Így megy ez már éppen 20 éve. Igaz, már nem vállalják a nagy pályát, keresztbe nyújtott pályán helyezik el a kapukat, de az augusztus végi meccs annak létrejötte a fontos, a legfontosabb. És így van ez már éppen 20 éve. Jön az elmaradhatatlan meccs a Csíkóstöttősi pályán, ha úgy tetszik, a kistérségi öregfiú klasszikus Csíkóstöttős Kaposszegcső. Minden belvillongás nélkül, hisz a fociban a múlt, a jelen és a jövő is közös a két településen. Ez a meccs cseppet sem mellesleg, míg legalább fél tucat vagy annál is több települést érint, az onnét érkező játékosok miatt. Most is a pályán mögöttem szerintem 8-10 településről érkeztek olyan emberek, akik annó dacolva, amikor jó részek magad is ebben a csapatban focizhattak, tehát Vásárosdombó, Jágonak, most akár Szakcsit mondhatnám, Mágocsról is vannak itt, lehet, hogy kiadtam néhányat, de 8-10 települést fiatalságát mindig is összetartott ez a sportegyesület, és ezt megpróbáljuk ma is betölteni. A legkülönbözőbb társadalmi státuszú, civil foglalkozású játékosok rúgják a bőrt mindkét csapatban. Köztük polgármesterek, iskolai igazgatók is. Mindebben az a különleges, hogy a játékosok több mint fele már 20 évvel ezelőtt az első Töttös Kaposszegcső meccsen ott volt a pályán. Ebben van azért utánpótlás, akik kiöregszenek a felnőtt csapatból, és elmúltak 35 évesek, ők azért lelejönnek és beszállnak közénk, bár ritkák. Ritkán fordul elő, de azért meg vagyunk mindig egy csapatra, valóan kiadjuk a létszámot. Ami a mostani meccs első félidejét illeti,
A tőtösiek zárt védekezésből indított kontrákkal háromszor is betaláltak, amire csak egy volt a válasz az örök mérleg alapján jobb és most is anyagerősebb Szecsőjektől. A hazaiak akarata érvényesült. Az ellenfél nagyon jó, nagyon jó. Tehát azért nem érünk vissza, ők nagyon gyorsak. Mi vagyunk lassabbak, ugye Norbi? Valószínűleg az igazság. A Szecsői kaput egyéb iránt a pályán tartózkodók közül a második legidősebb játékos, a 65 éves Erdélyi Mihály védte. Helyi kapus legenda ő. Nem tagadta meg, most sem régi önmagát, balhézott rendesen a játékosokkal, és a kaput kis időre elhagyta, mert önmagával is haragba került. Egy kicsikén is elnéztem a labdákat, szóval itt az az igazság. Nem tudtam már lefeküdni. Ezelőtt lefeküdtem volna, de most már kicsit nehéz. Én valamikor itt védtem kapusszekcsén. 85-ben kerültem ide, akkor kint voltam, mint mezőnyjátékos, és 89-ben kerültem be a kapuba. A Tüttösieknél a kaposvári Rákócziban MB2-ben is szereplő Schumann Norbert jól védett, de megadta a játék lehetőséget a fiatalabb öreg fiú kollégájának a második fél időre. Mert így 60 fölött azért már a jövőt olyan túl hosszúra nem kell tervezni a futballpályán legalábbis. Szünet után a piros szerelésben játszók, ahogy mondani szokás, magukhoz ragadták a kezdeményezést, folyamatosan nagy nyomás nehezedett a Tüttösiekre. Már úgy nézett ki, hogy az elmúlt két év veresége után végre Csikós Tüttösi győzelem születik, 3-2-re vezettek, de az ekkor kiadott helyzet bizony megbosszulta magát. Az ellentámadások egyikéből pompás góllal döntetlenre 3-3-ra mentette a meccset a kaposszekcső. Az eredmény a játék összképe alapján abszolút igazságos volt. Ezzel a mezőny legidősebb játékosa, a 65 éves Pincei László is egyetértett, aki még most is 10 percet a pályán volt. Folyamatosan 1972-t a rendes felnőtt csapatba, itt ebbe a Szekcső Tüttösibe, utána az öreg fiúkba, kis pályán, több helyen, folyamatosan. A változás annyi, hogy nálunk azért javarészt mindenki futballozott, meg hát még futballozik is, a Tüttösibe viszont nem mindenki, és azért az erőlét is látszik, mert azért mi minden héten kétszer legalább futballozunk. Elnézve a játékosok mozgását, technikai tudását, kondícióját, a két csapatból egy nagyon ütőképes együttest lehetne összehozni, amely Dél-Dunántúl bármelyik öregfiú bajnokságában, állítjuk, megállná a helyét. 10 év ezelőtt foglalkoztatott minket ez a gondolat. Mindig csak odáig jutunk el, hogy egyszer meg kéne próbálni, de én azt tapasztaltam folyamatosan, hogy a versenyszellem az már egy kicsikét, mint a kihűlt volna bennünk. Mi továbbra is ahhoz az eltöltött hétfőszerdai 2 órákhoz ragaszkodunk, amelynek mentén egymás közt jól érezzük magunkat, és nyilván már abból adódóan, hogy meg is korosodtunk, nem feltétlenül biztos, hogy hétvégekén ezt a terhelést bírnánk, amit egy ilyen csapatnak kellene bírni, és nyilván azt gondolom, hogy egyértelműen azt is állíthatom, hogy kicsit már sérülékenyebbek is vagyunk. Ennek ellenére a következő évben megeshet, hogy mégis egyesül egy meccs erejéig a két csapat, és meghívnak egy neves fővárosi csapatot ellenfélnek, amire egyszer már volt példa a múltban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!